Köszöntöm a Költjei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elégedetten tért haza Rióból Hellebrandt Máté. Bentlakásos edzőtáborban készültek a Költjei és Kézisek. 14 saját nevelésű játékos a kék szápák keretében. Az utolsó simításokat végzi a paralimpia előtt Veres Amarilla. Sikeres nyarazzát Balta Dénes serdülő kézilabda válogatottja. Hazaérkezett Rióból Hellebrandt Máté, a nyíregyházi gyalogló elégedett olimpiai szereplésével, mivel egyéni legjobbján 7 másodpercet javítva a 28. helyen végzett az ötkarikás játékokon. Nagyon jó élményekkel gazdagodtam, és meg is vagyok magammal elégedve, ami a versenyt illeti. Az volt az elsődleges célunk, hogy az egyéni csúcsomat megdöntsem, illetve hogy a londoni eredményemen javítsak. Ez sikerült, ugyanis a 28. helyen értem célba, illetve az egyéni csúcsomon is tudtam javítani. Annyi hiányérzetem van, hogy két figyelmeztetéssel küzdöttem az utolsó 5 kilométeren, és így egy kicsit vissza kellett venni a tempóból, ami azt jelenti, hogy legalább egy fél percben nem maradt a versenyben, de lesz még alkalmam javítani ezen, ezért annyira nem búslakodom. Mekkora segítséget jelentett az, hogy Londonban már ott voltál, tehát nem most szembesültél először az olimpia hangulatával? Igen, már nagy segítség volt, mert már tisztában voltam, hogy mivel jár ez az úgynevezett olimpiai láz. Már nem voltam feszült, nem voltam annyira ideges, és nem izgultam annyira, mint Londonban. Igazából az első pár nap, sőt, a versenyig nem is mentünk ki úgy a faluból, nem volt városnézés, nem volt izgalom, tényleg csak a versenyre próbáltam koncentrálni, és kizárni tényleg ezt az olimpiai lázzal járó hangulatot. És ez sikerült is, és hát ez annak köszönhető, hogy Londonban ezt már átéltem, és igazából tényleg úgy indultam a versenyen, hogy nem volt bennem ez a nagy izgalom. Beszéljünk egy picit magáról a versenyről, milyen körülmények között gyalogoltátok le ezt a 20 kilométert. Igazából megfelelők voltak a körülmények, a pálya az szinte tökéletes volt, teljesen sík volt. Annyi kis nehézség volt benne, hogy az óceánparton rendezték meg a versenyt, ami nagyon szeles pályát jelentett, illetve a visszafordító kanyarok voltak egy kicsit szűkek, ami azért volt probléma, mert összesen 74-en indultunk, és olyan szűk volt a pálya, hogy annak a 74 embernek, főleg az elején, amikor még együtt volt a mezőny, nem volt azért olyan egyszerű azokat bevenni. Volt ott lögdösödés, könyöklés, rugdosódás, szóval az első pár körben azok a kanyarok elég kemények voltak, de igazából tényleg semmi negatívumot nem tudok mondani a pályára. Említetted, hogy magaddal elégedett, vagy milyen volt a visszajelzés a szakmai vezetés részéről? Teljesen pozitív, nagyon sok SMS-t kaptam itthonról, a vezetőktől, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség vezetőitől, illetve a kint jelenlévő edzőktől és szakmai stábtól is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Nagyon örült mindenki a helyezésemnek és az, hogy megjavítottam az egyéni csúcsomat. Mire jutott még kint idő az edzéseken és a versenyen kívül? A versenyem után, hál' Isten, elég sok időm volt városnézésre, illetve arra, hogy szurkoljak a többi magyarnak. Elég sok versenyre tudtunk kijutni. Láttam például Hosszúkatlinkát, hol láttam például a kajakosoknak a győzelmét, illetve nagyon sok atlétikai versenyekre mentem ki, ahol tudtam szurkolni Pars Krisztiánnak, illetve láttam futni és versenyezni Usain Boltot is. És hát Rio nem csak az olimpia miatt és a egyéni csúcsjavítás miatt marad emlékezetes számodra, hiszen ha lehet erről beszélni, akkor magánéletedben is egy jelentős változás történt. Megkértem a barátnőm kezét, már 2,5 éve voltunk együtt, és most úgy alakult, hogy ő is ki tudott jönni Rióba, szurkolni nekem, és tényleg egy gyönyörű helyen voltunk, a verseny után elmentünk egy hajókázásra, és ott egy szép tengerparti részen sétás közben úgy gondoltam, hogy akkor itt az ideje, és megkértem a kezét, amire igazából már több mint fél éve készültem, itthon már megvolt a gyűrűvásárlás, kigondoltam, hogy lesz, mint lesz, és akkor úgy éreztem, hogy itt a megfelelő alkalom, és akkor ha már kint vagyunk egy olyan szép jön, akkor ezt nem szabad elhasztani. Ehhez gratulálunk, de az élet nem áll meg, és ha minden igaz, akkor még rád is várnak versenyek ebben az évadban is.
Igen, most is úgy jöttünk az, hogy semmi pihenőt nem iktattunk be, ugyanis jövő hétvégén már versenyezni fogok Budapesten, akkor rendezik meg a Magyar Szuperliga döntőt, illetve rá egy hétre lesz a csapat bajnokság döntője is, amire feltétlenül 100%-os formába kell lennem, ugyanis az egyesületnek minél több pontot szeretnék szerezni. Egy picit távolabbra tekintünk, ugye korodat nézve, gyaloglóként még fiatalnak vagy mondható, 2, de akár 3 olimpia is beleférhet a pályafutásodba. Mindenféleképpen a 2020-as Tokió olimpiára még biztos, hogy fel szeretnék készülni, és ott szeretnék lenni. A 2024-es az még tényleg nagyon távolati dolog, olyan messzire még nem gondolok. Viszont a 2020-as az tényleg az az olimpia lehet, ahol tényleg egy nagyon szép eredményt érhetek el, és talán ezen az olimpián gondolkodtam el azon, meg most jutottam el odáig, hogy a Tokió olimpián tényleg már ott szeretnék lenni az élmezőnyben, legalább az első 8 között. Bentlakásos rendszerben napi 3 edzéssel készült a bajnokságra a héten a költségdíjese. Hadovás István együttese a mezőny első harmadában szeretne végezni az NB2 északkeleti csoportjában. Augusztus elején egyéni edzésprogramot kaptak a lányok, azt otthon megcsinálták egy kis előalapozással. Azt követően tartottunk néhány közös edzést, az is még egy felvezető jellegű munka volt, és hát most hétfőtől csaptunk a közepébe, napi 3 edzéssel készülünk, és hétvégén egy strandkézilabda tornával zárjuk, közben megspékelve edzőmérkőzésekkel, úgyhogy azt hiszem tartalmas, igazi férfi munka lesz a lányaimnak. Milyen változások voltak a nyári szünetben, hiszen minden évben távoznak, a másik nem a végzősdiákok a költségtől, vagy legalábbis egy részük? Sajnos most több változás is történt a szokásosnál. Részint ketten érettségiztek, akik Budapesten és Debrecenben fognak egyetemi tanulmányokat folytatni. Nem valószínű, hogy nálunk tudnak játszani, bár az egyikőjük szeretne mindenképpen valamilyen szinten visszajátszani. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy két felnőtt kezdő kapusom is, illetve hát mind a két kapusom távozott, az egyik Budapest a testnevelési egyetemen tanul, a másik Debrecen, illetve Miskolci egyetemen. Ők sajnos nem tudnak majd a jövőben a Kölcsei kapujába állni, úgyhogy két saját nevelésű, illetve most érkező hajdunánási fiatal kislány fogja majd egyelőre úgy néz ki a kapus problémát megoldani. És hát a nagy ikonunk Szabó Vali visszavonult, sőt két szélsőnk is, a Szoboszlai Ikrek is távoztak tanulmányi és családi gondok miatt, jövőben nem tudnak nálunk játszani, úgyhogy elég jelentős vérátömlesztésre lesz szükség. Ellenben érkeztek tehetséges fiatal 8-os, 14 éves gyerekek, heten is, akik valamennyien tehetségesek, és ráadásul szeretik a kézilabdát, úgyhogy remélem, hogy eddig se valottunk szégyen, most is megoldjuk majd. Bővült a csoport létszáma, lesznek új, eddig ismeretlennek számító együttesek is. Mire lehet képes a Kölcsei ebben a mezőnyben a következő szezonban? Valóban sokkal erősebb lesz ez a mezőny, szám szerint is több csapat lesz, illetve van 5 új csapat is, akik felkerültek most vagy a megyei bajnokságból, vagy Füzesabony kiesett az NB1B-ből. Tehát ők mindenképpen erősítik majd a mezőnyt, ráadásul Debrecenben nem lesz NB1B-s csapat, hanem az az NB1B-s gárda itt indul az NB2-be, úgyhogy jelentősen erősebb lesz. Én mindenképpen arra számítok, hogy a mezőny első harmadába szeretnénk végezni. Titkon azt gondolom, hogy a dobogóért harcolni fogunk, remélem, hogy sikeresen, eredményesen. És hát a juniorra ugyanezt gondolom, hogy mindenképpen ott legyünk az élmezőnyben. Szó esett a felkészülési meccsekről, ki jelen lép pályára majd a csapat? Több mérkőzés is játszunk a héten. Először egy fiú ifjúsági csapattal játszunk, itt a sportcentrumos fiúkkal, azt követően egy debreceni csapattal játszunk, majd két mérkőzés, délelőtt is, délután is megmérkőzünk. Ők egy rutinos csapat Debrecenből, és szombaton pedig Tiszavasvári megyei bajnokságban induló átszervezett együttesével fogunk egy edzőmérkőzést játszani, és mint említettem, vasárnap pedig strandkézilabda torna, ahol 4 fiú és 4 lány csapat indul majd, úgyhogy arra is mindenképpen készülünk, mert egy jó edzés is, és egy jó lezárása ennek az egyhetes edzőtábornak. A bajnoki meccseken melyik csarnok lesz a csapat otthona? A Szentélybe fogunk játszani, a Continental Arénában, éppen ma volt az időpont egyeztetés, úgyhogy megvannak a hazai mérkőzéseink időpontjai, nagy örömünkre ott fogunk játszani, és természetesen
edzéseink egy részét is ott végezzük. Számunkra nagyon sokat jelent, ugye kezdetek óta tagjai vagyunk a régi bújtosi mezőnyének, úgyhogy nagyon örülünk, hogy továbbra is ott edzhetünk, játszhatunk, ez számunkra egy megtiszteltetés. Mikor és ki ellen kezdi a csapat a bajnokságot? Szeptember második hétvégén idegenbe kezdünk, az újonc mezőkeresztes otthonában lépünk pályára. Kíváncsian várom, hogy egyrészt hogy sikerül a mi felkészülésünk, és hogy tudunk majd a nyitó mérkőzésen játszani, és kíváncsian várom, hogy új csapat, akik az NB1B-ből kettős játékengedélyes játékosokkal is rendelkeznek, hogy mit tudnak majd, de én úgy gondolom, hogy győzelemre fogunk játszani, a győzelem igényével pályára lépni, és hát tartom magunkat olyan jónak, hogy tudjuk is realizálni. A felkészülésnek ezt a részét, mikor napi 2-3 edzés, amennyire szeretik a játékosok? Annyira nem szeretjük, de muszáj. Viszont ezzel összekovácsoljuk a csapategységet, és ez nagyon jó, ezért nagyon hasznos ez, és bent alszunk, így még jobb. Vannak távozók, mi minden évben nagyon sok új érkezés van, sok a fiatal, ha jól számoltam, 23-an vagytok most az edzésen. Szerinted milyen csapat kovácsolódhat ebből a 23 játékosból? Nagyon sok új játékosunk lesz, fiatal is, 8-an jöttek a junior csapatba, így hát ez nehéz lesz a junior csapatnak, viszont a felnőttben is vannak változások, ugyanúgy az élen szeretnénk lenni az élmezőnyben. Bővül a mezőny, több lesz a meccs, és lesznek új csapatok is. Mennyire lehet ilyenkor kiszámítani, hogy mi várható? Annyira nem gondolkoztunk még ezen, inkább magunkkal foglalkozunk és a felkészüléssel, hogy minél jobban teljesítsünk. 14 saját nevelésű játékossal és egy később érkező légióssal vág neki az NB1-bis bajnokságnak a Nyíregyháza Blue Sharks. Az idei szezon az építkezésé, a cél pedig a rájátszásba kerülés. A legfontosabb változás az, hogy nem az A csoportban tudunk indulni, hanem a B csoportban a következő bajnokságban, de remélem, hogy a csapatunk sokkal lelkesebb, benn fog neki vágni ennek a küzdelemnek, és bízunk abban, hogy olyan mérkőzéseket fogunk tudni majd játszani, amik tetszenek a közönségnek. A csapat hátterének is teljesen új alapokat kell kapnia, azon dolgozunk, hogy olyan támogatói kört tudjunk kialakítani, akik meg tudják teremteni ezt a biztonságos alapot, ami alapján működhet a csapat, és elindulhatunk újra annak irányába, hogy visszakerüljünk az A csoportba. Természetesen a végső cél a munkánknak, a végső célja mindenképpen az, mi is a legjobbak között szeretnénk szerepelni, és úgy gondolom, hogy Nyíregyháza város alkalmas is arra, hogy A csoportos kosárlabda csapatnak adjon otthont. Ehhez a feltételeket meg kell teremteni, úgy az anyagi háttérfeltételeket, mint a játékos feltételeket. Nem lesz egy rövid folyamat, de nagyon örülnék annak, hogyha minél kevesebb időt venne igénybe. Természetesen azt szeretném, hogy már a következő évben az A csoportban játszunk, meglátjuk, hogy meg tudjuk-e ennek teremteni a lehetőségét, és bízom abban, hogy sikerül egy olyan csapatot kialakítanunk, ami tetszeni fog a város lakóinak. A jelenlegi bő 14-es keret még a B csoportban is egyedülálló módon saját nevelésű játékosokból áll, ha minden igaz, csatlakozik hozzájuk egy légiós. Milyen erősségű csapat alakulhat ki ebből a 15 emberből? Ezt nagyon nehéz most megmondani. Amikor a nyíregyházi pályafutásom befejeztével Tiszaújvárosba átmentem játszani, és néhány bajnokságot, vagy néhány mérkőzést játszottam Tiszaújvárosban, akkor az alapvető különbség az a sebességbeni különbség volt. Nem az, hogy tudnak-e tempót dobni a játékosok, vagy biztonságosabban dobnak, vagy sem, a sebesség jelentette a legnagyobb különbséget. Nem tudom, hogy az a munka, amit mi most végzünk, mennyire lesz eredményes a B csoportban, de én nagyon bízom abban, hogy mivel mi ugyanolyan feltételekkel, vagy jobb feltételekkel, mint tavaly dolgoztunk, úgy gondolom, hogy jobb edzésmunkát végezve, hiszen kiegészültünk Tarnóczi Zalánnal, aki a szakmájában nagyon komoly erőt képvisel. Úgy gondolom, hogy erősek tudunk majd lenni, és a kondíciónkkal meg tudunk majd határozni bizonyos mérkőzéseket. Szeptember közepe után kezdődik a bajnokság. Addig hány mérkőzésetek lesz arra, hogy kiegyezőtek, alakítsátok a formát? Nem számoltam össze, viszont gyakran szeretnénk mérkőzéseket játszani, a héten 2-t az Eger és a Nagybánya ellen, a Tiszaújváros ellen is szeretnénk felkészülési mérkőzést, illetve 31-ére a Miskolccal kötöttünk már le, a MEAV-cal kötöttünk le egy találkozót, és a Nagybányához is vissza szeretnénk menni, mellette pedig ugye a hazai rendezésű torna. Azt szeretnénk elérni a szakmai stábbal, hogy mire kezdődik a bajnokság, akkor ne jelentsen bizonyos stressz helyzetet az, hogy mérkőzés következik, hanem mindenkinek automatikussá váljon az, hogy mérkőzést kell játszani, és ez ne nyomást helyezzen rá, hanem végre érjük el azt, hogy élvezzük
amikor mérkőzés következik. Korábban is voltál már ennek a csapatnak a kapitánya, most is te vagy, viszont egy teljesen új feladat áll előtted, hiszen nagyon fiatal játékosat kell irányítani a pályán és az öltözőben. Milyen kihívás, milyen feladatot ró ez rád? Mindig nehezebb, rutintalanabb vagy fiatalabb játékosokkal együtt dolgozni, hiszen ők még nem annyira felkészültek mentálisan, és inkább ez a mentális megterhelés jelent nekik nagyobb problémát. Bush Ivánnal karöltve próbálunk nekik ebben segíteni, hogy hogyan tudnak teljesen koncentrálni edzéseken, illetve majd a mérkőzéseken, és próbálunk egy olyan csapat kohéziót, illetve egy csapatszellemet kialakítani, amiben mindenki jól érzi magát, nem kell, hogy görcsöljön, és tudja teljesíteni azt, amit tőle elvárnak. A felkészülés negyedik hetében jártok, milyenek az eddigi tapasztalatok, milyen csapat alakulhat ki játéktudást tekintve ebből a társaságból? Én úgy gondolom, hogy elvégeztük a munkának már a nagy részét, ami a felkészülést illeti, és jól haladunk. Természetesen vannak még hiányosságaink, amiket még nagyon sokat kell gyakorolni, illetve vannak új dolgok a fiatal játékosok részére, a védekezésben is, illetve támadásban, amit még meg kell tanulniuk. Ez még nagyon sok időt és nagyon sok gyakorlást vesz igénybe, de én úgy gondolom, hogy jól haladunk mind fizikálisan, mind pedig taktikai és technikai szempontból. Most következnek az edzőmérkőzések, amik úgymond ezeknek a tesztjei. Hát remélem, hogy fogunk ezekből is tanulni, és kijavítva a hibáinkat folytatjuk tovább a munkát. Mielőtt a nyíregyházi csapatról beszélünk egy picit az Európa-bajnokságról, nagy tervekről utaztatok végül. Egy dudár esett kosáron múlott a fejüt, mennyire vagy elégedett a csapat és saját teljesítményeddel? Szerintem a csapat nevében is elmondhatom, hogy nagyon elégedettek lehetünk, ugyebár nagyon jó felkészülés hajtottunk végre a nyár során, és hát ennek köszönhetően szerintem megérdemelt volt ez a négybejutás. Hát szerintem mindenki csalódott volt, hogy nem sikerült megnyerni a bronzmeccset. Hát ez benne van a kosárlabdában, hogy egy ilyennel is ki lehet kapni a végjátékba. Nagyon örülök, hogy a csapat tagja lehettem ilyen fiatalon, és megpróbálom a nyíregyházi csapatnak a munkájára fordítani az ott szerzett tapasztalataimat, és remélem, hogy így tudom majd segíteni a klubot. Ha minden igaz, voltak ajánlatod az élvonalból is, mi miatt döntöttél úgy, hogy itt maradsz Nyíregyházán? Hát szerintem a tavalyi évben nagyon jó felkészülést kaphattam Sitka Ernőtől és Siska Jánostól. Szerintem ezért is kerülhettem be idén az U18-as válogatottba, és szerintem más csapatoknál ezt a felkészülést nem biztos, hogy meg tudnám kapni. És ugyebár nagyon jó körülmények lesznek itt Nyíregyházán, és ezért szeretnék itt maradni és segíteni a csapatot. Fiatal korod ellenére a játékos mutat tekintve mégis a rutinosabbak közé tartozol, úgyhogy vezérszerepet szed neked is Sitku Ernő. Jelent ez valamilyen nyomás, vagy pedig inkább kihívás? Hát örülök neki, hogy Ernő így számít rám. Persze ez nyilván kihívás, hogy idősebbek ellen kell játszom, de hát ezért szeretném ezt csinálni, hogy minél többet fejlődjek ezáltal is, hogy idősebbekkel játszhatok mérkőzéseket, és edzhessek velük. Befejeződött az a kéthetes nemzetközi edzőtábor, amely a paralimpiára készülő Veres Amarilla felkészülését segítette. A nyíregyházi kerekesszékes vívónő párbajtőt egyéniben is csapatban képviseli majd Brazíliában a magyar színeket. A szatmárnémeti férfi párbajtő csapattal készülünk együtt, és két hétig itt együtt edzünk, konvenciózunk, mindent együtt csinálunk. Mekkora segítség az Amarilla számára, hogy a megszokott környezetben készülhet? Az a legnagyobb segítség, ami létezik, mert otthon alhat, úgy táplálkozhat, hogy ő szeretne. Itt van a masszőr, itt van a kondi edző, akit megszokott, úgyhogy ez a legoptimálisabb helyzet. Hogyan alakul a formája? Rendben vagyunk. Szűk két hét van még hátra az utazásig. Mi az, amire ilyenkor a legjobban figyelni kell, és mi az, amit még lehet csiszolni a formán? A forma az nagyon szépen alakul, ami a legfontosabb ilyenkor az a nyugalom és a nyugodt felkészülés, ez megvan. Ilyenkor mentálisan mekkora segítségre van szüksége egy versenyzőnek, hiszen ahogy közeledik az utazás és közeledik a verseny, azért gondolom egyre többet foglalkoztok közösen a kint várható fejleményekkel. Persze, ez természetes, mindig figyeljük, hogy a legfrissebb híreket, mindig nézzük, hogy hogy alakulnak azok a dolgok, amik bennünket érinthetnek, és mindent megteszünk az, hogy a legjobban felkészüljünk. Második hete készültek itt közösen a Szatmárnémeti párbajtővívókkal. Hogyan nézed, hogyan alakul a formád?
Hát a formám szerintem nagyon jól alakul. Igazából ezt nem én döntöm, az edzőm az, aki látja, hogy jól megy, vagy nem, én nagyon jól érzem magam. Nemrég fejeződött be a Rio Olimpia, ahol nagyon sok versenyző elmondta, hogy az szembesült az, hogy milyen egy ötkarikás verseny, egy picit megnyomta az olimpia tétje, te mentálisan mennyire készülsz a paralimpiára? Mentálisan úgy készülök, hogy ugyanúgy kell felfogni, mint bármelyik másik verseny. Minden ellenfél ugyanolyan. Ugyanaz a fegyverem, ugyanaz a maszkom, ugyanaz a szék, tehát igazából nem nagyon kell ezt túl dramatizálni, mivel nekem az első paralimpiám, így nyilván nincs olyan hatalmas elvárás velem szemben, én csak jól szeretném magam érezni. 15 felkészülési mérkőzésből 14-szer győzött a magyar kézilabda fiú serdülőválogatott, amelyet a nyíregyházi Barta Dénes irányít. A bő keretben két megyebeli játékos, Kvanc Balázs és Fábián Vince is szerepel. Ez egy nagyon sikeres nyár volt, hisz most már sikerült leszökíteni a 30-40 főről a keretet egy ilyen 20-22 főre. Fontos volt már, mert nagyon sok játékos megmértünk. Igaz az, hogy ebben a korban sokat változnak a játékosok, fizikailag és taktikailag is sokat érnek, de a feladatunk az, hogy most már találjuk meg azt a 22 játékost, akire a közeljövő feladatait rá tudjuk építeni, és hát úgy tűnik, hogy mivel 15 edzőmérkőzést játszottunk, és ebből 14-et megnyertünk, hogy ez egy sikeres korosztály lehet, és hát méltó nyomdokai lehetnek annak a válogatottnak, akit szintén Vágó Attilával én válogattam ki, és Franciaországban Európa-bajnokságon második helyezést ért el. Úgy tűnik, hogy ez a társaságban is benne van ez, bár igaziból még a franciákat, a svédeket, a dánokat, a spanyolokat nem láttuk, de hát azt fogja szolgálni most ősszel a torna, egy nemzetközi torna, ahol ezeket a csapatokat is fel tudjuk mérni, és hát ehhez fogjuk tudni majd a mi csapatainkat is igazítani, edzeni, kiválasztani, versenyeztetni. Mekkora egyébként a merítési lehetőség, és ugye az eredményeket említette, milyen fizikai adottságokkal rendelkeznek a magyar srácok ebben a korban a riválisokéhoz képest? Egy picit ilyen könnyű lovasság vagyunk, de taktikailag, fegyelemben, küzdelemben, küzdőszellemben viszont fölveszünk bárkivel a versenyt, ezt bizonyítja a görög torna is, ahol lejátszottunk 7 mérkőzést, ebből 6-ot megnyertünk, megvertük a horvátokat, megvertük Izraelt, megvertük a görögöket, megvertük a szerbeket, és az bizonyította, hogy ezzel a kis csapattal egy teljesen nyitott védelemmel és egy gyors kontrajátékkal azért eredményesek lehetünk, hisz azért belül vannak nekünk is 2 méter közeli embereink, nem ártana, még bal átlövő posztra keresünk egy igazi jó átlövőt, de nem ártana még irányító posztra is találni, és beállóba is egy ebben a keretben beélő játékost. Vannak-e megyebeli játékosok a keretben? Természetesen a megyéből is néztünk meg játékosokat. Nagyon tehetséges a megyében a Kvanc Balázs, a Fábián Vince, de hát egyszer kimaradnak, egyszer bent vannak a keretben, nekünk az a feladatunk, hogy ebben a korban a fejlődő játékosokat is fél évente azért visszakukkantsunk rá, edzői javaslatok alapján, illetve látottak alapján visszahívjuk, vagy esetleg másokat hívjuk meg, de most már ez szorít a cipő, és le kell szökíteni a keretet. Novemberben az Európai Ifjúsági Reménységek versenyén lép majd pályára a csapat, hol és ki kellene? Ez egy nagy kihívás megint a csapat részére. Prágában lesz a verseny, ott lesznek a szlovákok, a lengyelek, a csehek és mi. Ekkor már komplett képet fogunk tudni kapni itt a közép-európai csapatokkal szemben, hogy hogyan állunk a felkészülésbe, bár a románokat már nagyon jól ismerjük, 5 edzőmeccset játszottunk velük, a szlovákokkal is. Én úgy gondolom, hogy ettől fontosabb lesz majd, mikor ezelőtt Franciaországban megy el a csapat, és ott még nincs meg, hogy kikkel fogunk játszani, de ott szeretnénk a spanyolokat, franciákat, esetleg a dánokat, svédeket meglátni. Ezelőtt is lesz egy komoly versenyünk Győrbe, hisz egy próbája lesz az EOF-nak, és ide szeretnénk azokat a csapatokat meghívni, akik most kvalifikálták magukat az Európa-bajnoki selejtezőn az Európa-bajnoki döntőbe. És már erre a próbára is azokat a csapatokat szeretnénk feltérképezni, akik komoly ellenfelei lehetnek a mi válogatottunknak. Szó esett az EOF-ról, ugye ez az Európai Olimpiai Ifjúsági Fesztivál. Ekkora kell a csapatnak csúcsformában lennie, mennyit fejlődhetnek addig a srácok, és mennyit fejlődhet a csapat? Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb feladat, hogy tömegben
fizikailag egy kicsit rátegyünk a társaságra. Taktikailag kezdünk egy nyitott, kétfajta nyitott védekezést elég jól csinálni, kontrajátékunk nagyon jó. Hát remélem, hogy egyre jobban összeérünk, és egyre bonyolultabb és összetettebb feladatokat fognak tudni megoldani a pályán is, nem csak edzésen. A végső cél természetesen az, hogy ezek a srácok a felnőtt csapatokban lehetőség szerint a felnőtt válogatottban is bizonyítsanak. Nemrég ért véget az olimpia, ugye nem volt se a férfi, se a női válogatott. A férfiaknál talán némi meglepetés, a dánok nyertek. Mennyire változott, vagy változott egyáltalán a férfi kézilabda? Én úgy gondolom, hogy jelentősen változott a kézilabda. Még inkább olyan irányba ment el, hogy a játék nem bonyolódik, hanem egyszerű dolgokra. Én azt mondanám, hogy a világ ugyanazt játsza szinte mindenki, de nem mindegy, hogy ki játsza. Tehát nem mindegy, hogy kinek a kezében van a labda. Tehát nekünk is arra kell törekednünk ennél a válogatottnál, hogy az egyszerű feladatokról jussanak el oda, hogy tudjanak pontos döntéseket hozni, és ezek a döntések jók legyenek. És hogyha ebben egységet tudunk alkotni, akkor bárkivel úgy gondolom fel fogjuk tudni venni a versenyt. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.